Most nem fogunk elmenni mélyen a pszichológiába, de lényeg, hogy amikor ember nagyon rá van tapadva az anyagi világra, anyagi energiára, az érzékelgítésre, akkor nagyon izgatott lesz. Ott nincsen lelki béke. Ott csak hajtani és hajtani kell, már csak azért, hogy fenntartson a saját status quo-t, az egyre többet erőfeszítésre van szükség. És valamikor ember lelkileg megvalósított, akkor ott lesz a lelki béke, mert izgatottság megáll, az elme megáll. És úgy mondják, hogy Vyavasayat Mukha Buddhi Ekehe Kuru Nandana Bahu Sakhahayanam Tascha Buddhaya Vyavasayanam. Hogy Vyavasayat Mukha Buddhi összpontosított tudat aznak lesz, aki Ekehe Kuru Nandana, aki egy célra lelki fókuszba tartja a tudatot, és Buddhája avyavasayanam, és az elméje szétszórt és izgatott lesz, hogy ha az anyagi energiára van, mert az porlasztja a tudatot, mint egy permetezőgép porlasztja a permetező anyagot. Szóval ez a különbség. Béke, belső béke, lelki gyakorlat. Anyagi gyakorlat, nincs béke, csak béka.